Beruházások, kettős ünnep Legyesbényén. Felkészülés, kapusok táboroztak Abaújszántón. Szórakozás, a leghosszabb nappalt ünnepelték Bekecsen. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. A Magyar Falu programból készült el a legyesbényei óvoda udvarán a modern 21. századi követelményeknek megfelelő játszótér a pedagógusok, a gyerekek és a szülők nagy örömére. Az idén szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg a legyesbényei polgármesteri hivatal. A játszóteret és a felújított hivatal épületét június 24-én ünnepélyes keretek között adta át Lengyelné Búzita a település polgármestere és Kont Zsófia országgyűlési képviselő miniszterhelyettes. A legyesbényei óvoda udvarán gyülekeztek a meghívott vendégek a Magyar Falu programból elkészített modern játszótér átadására. A helyi óvodások esernyős táncával vette kezdetét az átadó ünnepség. A kicsik ügyesen mutatták be az óvoda pedagógusoktól elsajátított produkciót. A megjelenteket a község polgármestere Lengyelné Búzita köszöntötte, majd Kont Zsófia országgyűlési képviselő gratulálta a beruházás megvalósításához. 40 év óvoda pedagógusi munka után Domán Miklósné óvoda vezető nyugdíjba vonult, aki miniszteri elismerő emlékérmet vett át. A projekt megvalósulásáról a község polgármesterét kérdeztük. Az első helyszín az a legyesbényei óvoda volt, és ott az óvodai játszóteret adtuk át, hiszen az ott meglévő eszközök, amik voltak, már nagyon korszerűtlenek voltak, és nem rendelkeztek megfelelő tanúsítványokkal, ezért mindenféleképpen kellett ez ügyben lépnünk. Ez így 2021-ben pályáztunk óvodai játszóudvar fejlesztésére, melyre kaptunk 4.993.000 forintot, viszont az elszabadult árak miatt 6.127.000 forintért tudtuk megvalósítani, tehát a különbözetet az önkormányzat költségvetése biztosította. Úgy gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel a 21. századi körülményeket tudtuk megteremteni, hiszen háromváros játszóudvart sikerült kialakítani mászókával, és biztonságos esést gumiszőnyeggel védtük. Ezután az ünneplők átvonultak a felújított polgármesteri hivatal épületéhez, amelynek megvalósult a fűtéskorszerűsítése, a hideg burkolat cseréje, a falak festése, étkező, valamint mozgáskorlátozott mosdó kialakítása. Az átadó ünnepségen Estók István református lelkipásztor megáldotta az épületet, és közösen imádkoztak a jelenlévőkkel. Majd a polgármester bemutatta, hogy mit készítettek el. 1952-ben épült a hivatalnak az épülete, gyakorlatilag a 70. születésnapját ünnepeljük, és nagyon-nagyon megtisztelő számomra, hogy én köszönhetem ezt egy nagyon nagy beruházással, ami megvalósult. Ezt is 2021-ben pályáztuk, 27.400.000 forintot nyertünk rá, és a belsejét teljesen megújítottuk. Központi fűtést alakítottunk ki, hiszen konvektoros volt, teljes villamosenergiát, villamoshálózatot újítottunk meg, LED-lámpákat szereltünk fel, étkezőhelyiséget alakítottunk ki, illetve 2 darab mosdót, egy mozgáskorlátozottat és egy dolgozói mosdót, és az egész irodahelyiségeket festettük újra, hideg burkolattal láttuk el. Én úgy gondolom, hogy az államnak az a koncepciója, amivel fejleszti a bürokráciát, ez annak a része, hiszen a magyari programban nem csak a bürokrácia csökkentésre törekszik a kormány, hanem a Magyar Falu részeként a fejlesztésekre is nagy hangsúlyt fektet, és a Magyar Faluban sikerült ezt nekünk megvalósítani, és ez azért jelentős számunkra, mert az eddigi kiírt pályázatok csak a székhely településekre vonatkoztak. Mi pedig kirendeltség vagyunk, és ez az egy lehetőségünk volt arra, hogy megújítsuk ezt az épületet, és nagyon örülünk neki, és a 21. századnak megfelelő körülmények között tudjuk fogadni az ügyfeleket. A nemzeti szín szalag átvágása után a résztvevők közösen tekintették meg a felújított épületet.
16. alkalommal szerveztek Verép kövesfalvi kapustábort fiataloknak a Baújszántón Rakacki Bence emlékére június 20 és 24 között. Az ötnapos sportprogramra az ország minden részéről, Budapestről, Győrből, Kisvárdáról, Debrecenből, Nyíregyházáról és a környező településekről is érkeztek utánpótláskorú kapusok a táborba. A Baújszántón nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Ahhoz, hogy megfelelő legyen, az utánpótlás focizni vágyó fiatalokra van szükség. 16. alkalommal szervezték meg a Baújszántón a Verép kövesfalvi kapustábort, ahol a fiatalok olyan technikai tudásra tehetnek szert, amelyet a későbbi pályafutásuk során is alkalmazhatnak. Végtelenül örülök annak, hogy immár 16. alkalommal megrendezésre kerül ez a Baújszántói kapustábor. És érdekes, hogy szinte folyamatában, nem hogy szinte, hanem minden évről évre, még a pandémiának a kritikus időpontjában is meg tudtuk rendezni, igaz, hogy nem ilyen létszámmal, szűkített létszámmal, és csak bejárók jöhettek ide, mert hát olyan szabályzók voltak. Hát azt sajnálom csak, hogy nem lehetek én is közöttük, mert hát sajnos megkaptam, és már én a foglalkozásokat nem tudom eszközölni, de minden edzésen itt vagyok, és hát szeretnék valamit én is hozzátenni ehhez a táborhoz. Kicsikkel kezdve, hát természetesen ők nekik még szokatlan, meg tanulnak, új információk, új ingerek érik őket, hát, de gondolom ők is, beszélgetve velük, ők is nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat, hisz remek pálya van, remek körülmények között vannak, még edzések után is nagyon jól érzik magukat, hiszen ki tudnak kapcsolódni, mert vannak játékok, egyéb eszközök, amivel foglalkozkodnak. Hát a nagyobbak is természetesen tudnak tanulni, hisz olyan edzőkkel gyakorolnak, mint mondjuk a válogatottnak a kapus edzője, és itt van több válogatott korosztálynál lévő edzők is, és például nagyon sok olyan kapus edző fordult már meg, aki komoly kluboknál tartanak foglalkozásokat, első csapatszinten is. A gyerekek olyan fantasztikus sportolóktól kaptak technikai és taktikai felkészítést, mint Verép György, a DVTK egykori kapusa és kapusedzője, valamint Kövesfalvi István, a magyar válogatott kapusedzője. A felkészülés kiváló hangulatban telt, amelyet a fiatalok nagyon élveztek. Más az edzésük, más szabályok is vonatkoznak rá, hiszen kézzel meg lehet fogni a labdát, de most már jóval bővült ez a technikai repertoár, mert lábbal is nekik is majdnem ugyanúgy kell játszani, illetve bánni a labdával, mint egy mezőnyjátékosnak. Hát szerintem a legfontosabb poszt a labdarúgásban, hisz a csapat sportban én szerintem egy egyedi szabályzókkal is, meg egyedi felelősséggel, meg odaadással, hozzáállással lehet ezt végezni. Rettenetes sok munkát igényel, de hát szerintem aki erre vállalkozik, az annak nagyon sok mindenről le kell mondani, de én azt hiszem, hogy ha becsülettel, meg megfelelő képességgel, adottsággal rendelkezik, akkor és komoly szintet akar elérni, az nagyon megéri. A sportolóknak ezen az öt napon a délelőttje és a délutánja is a felkészülésről és az edzésekről szólt, de a rekreációra és a szabadidő hasznos eltöltésére is odafigyeltek a szervezők. Bekecsen a Rózsa és az Igazság utca kereszteződésében rendezte meg a község önkormányzata a második alkalommal június 25-én este Szent Iván éjszakájához kapcsolódó nyáresti programját. A szervezők zenés-táncos programokkal készültek az érdeklődőknek. A bekecsi Szent Iváni mulatság helyszíne második alkalommal is nagyon hangulatosra sikerült, hiszen a levágott fűből bálákat készítettek, amelyen szívesen foglaltak helyet a program iránt érdeklődők. Június 23-a a nyár kultikus ünnepe, Szent Iván éjszakája hagyományosan a szerelem és a bőség dicsőítésére hivatott. Igazi, spirituális esemény, amely csaknem egybeesik a június 21-i nyári napfordulóval.
évfordulóval. A Szent Iván éjszakájának tiszteletére megrendezett esti programon fellépett a Róka Lánya együttes. Muzsikám, muzsikám, bárcsak ne hallanád, miről szól a dal. Fájón is égető, vígan is nüktető, ami felkavar. Reszked a levél, mert fújja a szél, merre visz útja, ki tudja mi. Felettem borús, vagy terült az ég, engem is sodor, elsodor. A koncert után a település polgármestere Bodnár László köszöntötte a Szent Iván éji programon résztvevőket. A község első embere felidézte Szent Iván éjszakájának a hagyományait. Szent Iván egy különleges időpont, van helye a magyar néphagyományban. Mindannyian nagyon jól tudjuk, ez egy napforduló, mágikus hely, amikor bizonyám lassan ezek után csökkenni fognak a napok, rövidülnek, és az éjszaka közeledik. De emiatt szomorkodni nem kell, hanem bizony ünnepelni közösen, együtt a közösségben a Bekecsi domboldalon. Szent Ivánékor mindig arra törekszünk, hogy olyan különleges zenekarok érkezzenek hozzánk, akik más programjainkor annyira nem jellemzőek, hisz ilyenkor, ahogy mondjam, az alternatív muzsikák, a népdal kincseknek a dallamai csendülnek fel a Bekecsi domboldalon a bánya tetején. Ez a helyszín egy régi terület a falun belül. Eredetileg kőbánya volt, utána pedig rekultiválták, elsimították a földet, itt ér véget a tanösvényünk. Sok bekecsi jár ide, hisz innét gyönyörködött le inkább a Zempli megyek panorámájába. Nagyon szépen látszódik Szerencs, Tokaj, és mondhatni Tokaj hegy aljának a keleti szárnya. Ezen kívül szívesen járnak errefelé esténként az emberek, hisz lehet látni a szépen megművelt szöllőket, a távolba gyújtózó gabonaföldeket, és a lassacskán beérő szöllősorokat. Én nagyon szeretem a közösségépítést. A programsorunkat úgy igyekszünk összeállítani, hogy minden korosztálynak, minden érdeklődési körnek föl tudjunk mutatni valamit. Hisz minden februárban elkészítjük, megtartjuk gyakorlatilag a kolbásztöltő versenyünket. Annak természetesen más a közönsége, bár azért vannak itt komoly átfedések, de ez inkább egy lakodalmas, kicsit vidámba, farsangalkutó rendezvény. A falunapunknak sportprogramjai vannak, és nagyon erőteljes a gyerekprogram felhozattala. Ez viszont inkább azt mondom a népzenéről, egy kicsit a tűzbenézésről, a régi dolgoknak a felvetéséről szól. Nagy öröm számunkra, hogy sokan megtiszteltek a jelenlétükkel, és jövőre reméljük még többen lesznek. A Számadó zenekar által szolgáltatott népi zenére a bátrabbak táncra is perdülhettek. A helyi önkormányzat minden nagyobb rendezvényen frissítővel és finom harapnivalóval kedveskedik a rendezvény résztvevőinek. Önkormányzatunk minden évben igyekszik a kulturális programra az a megfelelő kereteket megtalálni. Van egy nagyon jó pályázatunk, amely a identitás fejlesztéséről szól. Ezen pályázat keretében tudtuk létrehozni a mostani rendezvényünket is, és bizony, ahogy ilyenkor szokás, kellemes zsíros kenyérrel, maci fröccsel, ami valójában szörpicskét jelent, és minden típusú fröccsel várjuk a kedves fogyasztókat, a kedves vendégeinket. Ezután a Firefly tűzzsonglőr szórakoztatta a közönséget Bekecsen a Szent Iván éjszakáján megrendezett vidám zenés-táncos eseményen. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum, valamint a Magyar Honvédség képviselői 2021. február 9-én aláírtak egy együttműködési megállapodást a tavaly szeptemberben induló kadét program elindításához.
A honvédelmi alapismeretek elsajátítása a kadét program keretén belül történik. Nagy előnyt jelent a tagozatra felvételt nyert diákoknak a tanulmányi eredményük alapján adható ösztöndíj is. Erről az új programról és az elért sikerekről beszélgetek Kocsis Józseffel, a Honvéd Kadét program instruktorával. Kérem, tartsanak velem! Bocska István katolikus gimnáziumban vagyunk, és más szünet van a diákoknak, de Kocsis József tanár urat megkértük, hogy a kadét programról beszéljen egy kicsit, hiszen azért mi a kezdetektől itt voltunk, 2021. februárban, amikor megszületett az együttműködési megállapodás, és ugye szeptemberben 2021-ben elkezdődhetett a kadét program itt az iskolában, és azóta azért sok minden történt, és hál' Istennek vannak fiatalok, akik érdeklődnek a pálya iránt, hiszen azért tudjuk, hogy ehhez kell azért nagyon sok kitartás, nagyon sok erő, és testileg és szellemileg is alkalmasnak kell lenni ahhoz, hogy valaki nagyon jól szerepelhessen mondjuk ebben a kadét programban. Valóban, ahogy mondta a felvezetőben, 2021. szeptemberétől indítottuk a Honvéd Kadét programnak az egyes változatát. A kadét programnak összesen 3 fokozata van. A harmadik az a katonai kollégium, a bentlakásos, ami tulajdonképpen katonai pályára készít fel. A kettes változat az a technikumi képzés, ahol valamilyen katonai pályára, valamilyen katonai szakmára, például nehézgépjármű vezetésre, szerelésre, vagy rádiolokációs szakmára készítik fel a tanulókat. A harmadik, ami a Honvéd Kadét programnak az egyes változata, az kifejezetten gimnáziumi képzés. Talán mondhatom úgy is, hogy ez a leglájtosabb változat. Ennek keretében a diákok önkéntes választás alapján 9.-10. heti 1 órában, 11.-12. évfolyamon pedig heti 2 órában egy plusz tantárgyat tanulnak, aminek a neve honvédelmi alapismeretek. Ez közismereti vizsgatárgy, ami azt jelenti, hogy érettségizhet belőle. Kiemelném a feltételes módot, érettségizhet, tehát ez egy lehetőség a diák számára, nem kötelező. Ha a kadét programot választja, azzal egy plusz lehetőséghez jut, de kötelezettséget nem vállal vele. Tehát ki kell emelnem nagyon sokat szól is, mert állandóan visszatérő kérdés, hogy akkor katonának kell menni, akkor kiképzésen vesz részt. Sőt, sajnos meg kell említeni napjainkban eseményeim következtében, hogy ilyen félelem is előfordult, hogy esetleg akkor az én gyerekemet hamarabb elviszik katonának, ha Isten adja a legrosszabbra fordul a helyzet. Nem, szó sincs erről. A kormányzat, illetve a parlament, amikor ezt a programot elindította, egy plusz lehetőséget ajánlott fel, mert sajnos ma is igaz az ókori római mondás, ha békét akarsz, akkor készülj a háborúra. Tehát a kadét programban résztvevő gyerekek 9.-10. heti plusz 1 órában, 11.-12. heti plusz 2 órában tanulnak honvédelmi alapismereteket, ami a tájékozódástól a tűzgyújtásig, a víztisztítástól a rejtőzködésig, az álcázástól a lövészetig terjed, azaz a mindennapi életben is hasznosítható ismereteket tanul a gyerek. Mondhatnánk úgy is, hogy rátermettebb, talpra esettebb lesz ennek a képzésnek a keretében. Ez, hogy sikeres legyen, kiválóan együttműködünk a Honvédelmi Minisztérium helyi illetékes szervével, a Miskolci Területvédelmi Ezreddel, onnan kapunk szakmai segítséget. A képzésben összesen 4 kolléga vesz részt, akik megszerezték a képesítést, hogy honvédelmi alapismereteket oktathassanak, és ennek keretében nagyon nagy siker lett, mert 80 kadétunk van 11. évfolyamon, akik most már ugye értelemszerűen 12-esek, illetve 9. évfolyamon, akik most már szeptembertől a 10. évfolyamba lépnek. Ők hétfő, illetve szerda délutánként 8. illetve 9. órában tanulják a tantárgyat, tankönyv, munkafüzet, PPT-k alapján, illetve ha olyan kifejezetten speciális szakmai képzés van, akkor Miskolcról hivatásos katonák jönnek ki, és ezt a képzést ők biztosítják. Az eredmények bizonyítják, hogy nagyon sikeres a program. Konkrétan a országos haditorna megyei fordulóján megnyerték a 12-esek, így bekerültek a Balatonakaratyi döntőbe, ami nemzetközi volt. Szerbek, lengyelek, németek, bolgárok, románok
és részt vettek az összes megyei győztes és a fővárosi mellett, és a 32 csapat közül a nagyon előkelő 8. helyezést érték el. Szintén nagyon nagy sikerüknek tartjuk az első alkalommal megrendezett fűzéri honvédelmi napokon, ahol 2 csapatot is indítottunk. Az idézőjeles kicsik, a 9-esek a dobogó 3. fokára állhattak, bronzérmesek voltak, a 11-esek pedig megnyerték a tornát. Ez azt jelenti, hogy visszaigazolást kaptunk arról a munkáról, hogy eredményesek vagyunk és sikeresek. A sikernek az egyik bizonyíték az is, hogy a konkurencia már máshol minket, tehát más iskolákban is elkezdődött a kadétprogram. Nekünk van egy év előnyünk tapasztalt szinten. Szintén nagyon nagy segítség a Honvédelmi és Sportszövetségnek a munkája és annak a pályázatai. Az idén sikeresen pályáztunk különleges programokra, és az elnyert több mint 1 millió forintból tudtuk ezeket megvalósítani. Ennek keretében önvédelmi bemutatón vettünk részt, ahol a legbátrabbak ki is próbálhatták magukat. Tájékozódási túrán vettünk részt, airsoft lövészeten és airsoft harci játékokon. A legnagyobb élmény pedig az MH86 szolnoki helikopterbázisnak a meglátogatása volt, ahol 50 kadét vehetett részt a programon. Itt a légirányítástól, a meteorológiai szolgálatig, a helikopterszereléstől, a tűzvezető rendszerek megtekintéséig terjedt a skála. A legnagyobb élmény pedig természetesen a helikopter szimulátoroknak a kezelése, vezetése volt, amit minden diákunk kipróbálhatott, aki részt vett a programban. Nyilván mi is jártunk már ezen a helikopterbázison, meg ugye itt voltunk minden nagyobb mozzanatnál, amit szerveztetek itt a kadét programon belül, de hogy kell elképzelni egyébként magát ezt a programot itt a Bocskaiban, mert ugye említetted azt, hogy már sokan másolják ezt a jó gyakorlatot, nyilván ugye minden iskolában más jellegű dolgokról kell egyáltalán beszélni. Ti hogyan próbáltok meg egyediek lenni ebből a szempontból? Köszönöm ennek a kérdést. Annak idején, amikor beléptünk, 70 iskola vett részt a programba, most már jóval 100 fölött van az országban azon középiskoláknak a száma, amik részt a Honvéd Kadét programba. Nekünk szerencsénk volt abban a helyzetben, hogy van rendészeti képzésünk, az is az országban ugye másodikként indult el, tehát van milyen tapasztalatokhoz nyúlni. Bár hozzá kell tennem, hogy a rendészet és a kadétprogram 2 különböző dolog. A rendészet felügyelője a belügyminisztérium, és kifejezetten rendőri pályára készít fel. A kadétprogram felügyelője és gazdája a honvédelmi minisztérium és katonai pályára. Ugyan fegyveres testet mind a kettő, de mégis teljesen más feladatrendszerét és adottságait tekintve is. Az egyediségünk abból fakad, hogy remek a társaság abban a tekintetben, hogy már az imént említettem, összesen 4 tudjuk tanítani, és felosztottuk egymás között a feladatokat. Mindenki abban a szakterületben tevékenykedik, amiben a legjobb. Amikor önkéntes jelentkezőket keresek bizonyos feladatokra vagy versenyfelkészítésre, akkor a lányok is nagy számmal jelentkeznek, ez is bizonyítja azt, hogy teljes joggal maguknak érzik ezt a programot. A nagyszámú jelentkezőnek köszönhetően elléphettünk a minőség irányába. Ennek köszönhetően a 2022-23-as tanévben, szeptembertől a belépőknél már követelmény a példás magatartás, hiszen a kadétprogram az fegyelmezettséget követel meg. Ennek köszönhetően most már csak azt a tanulót veszük fel kadétnak, akinek a magatartása 8. év végén példás volt. Mit jelent ez, ugye ezeken a plusz tevékenységeken, plusz foglalkozásokon kívül, plusz ismereteken kívül, mi az, amit még kapnak? Gondolom, itt azért van egy ösztöndíjrendszer, ami ösztönző is lehet a fiataloknak, hogy mondjuk bekapcsolódjanak ebbe a kadét programba. Nagyon fontos valóban az, hogy a gimnáziumi képzésben az egyetlen lehetőség az ösztöndíjra, az a Honvéd Kadét programban való részvétel, ami azt jelenti, hogy ha legalább 3,5-es átlagot elért a fiatal, akkor 11.000 forint havi ösztöndíjat kap. Ha 3,9 feletti a tanulmányi átlaga, akkor ez duplázódik 22.000, 4,5-es átlag felett pedig közel 34.000 forint a havi ösztöndíj.
Meg kell említeni, hogy a technikumi osztályban résztvevők is jelentkezhetnek a kadét programba, így ők dupla ösztöndíjat kapnak, egyrészt kapják a technikumi ösztöndíjat, illetve a kadét ösztöndíjat is. Ennek köszönhetően egy jól tanuló, jeles tanuló a 3,5 év alatt több mint 1,2 millió forint ösztöndíjat kaphat. Az ösztöndíj egyébként a minimálbérhez kötött, tehát ebből következően a valószínűsíthető emelésnél, akkor az ösztöndíjak is automatikusan emelkednek. A másik, ami vonzó lehet még, az a formaruha. Direkt nem egyenruhát mondtam, ezzel is jelzi a Honvédelmi Minisztérium, hogy nem katonaképzésről, lehetőségről van szó. Formaruhát kapnak a diákok, nem egyenruhát. Tulajdonképpen ez csak egy szójáték, mert a formaruha egy az egyben megfelel a 2015 mintájú brit, azaz NATO-kompatibilis formaruhának. Ennek a kiosztása kis csúszással 2022. szeptemberében fog megtörténni, hiszen több mint 100 000 formaruhát kellett legyártani, és a közbeszerzési eljárás következtében egy picit megcsúszott a program. De akkor most már küllemükben is mutathatják azt a diákok, akik a kadét programban részt vesznek itt a Bocskaiban, hogy ők hová is tartoznak majd. De ugye mindenképpen meg kell említeni azt, hogy van olyan esetleg, aki már most gondolkodik, hogy majd ha leérettségizik, akkor esetleg ezt a hivatást választja, belép a honvédség kötelékei közé? Nyilván időnként, amikor formális beszélgetések mellett informális társulgás is folytatok a diákokkal, akkor a mostani volt 11-esek, szeptembertől 12-esek között többen is érdeklődnek a pálya iránt. Van olyan, akinek a testvére már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul. Nagy mértékben segíti a pályaválasztást, a pályaorientációt, hogy szeptembertől a honvédtiszti karon szolgálatot vállaló tanulmányokat elkezdők már rendfokozattal, őrmester rendfokozattal kezdenek, és 202 000 forintos nettó ösztöndíjjal indulnak el, tehát valóban ez egy életpálya. Még egy utolsó kérdés az pedig az, hogy mi a terv és mi a cél itt a következő tanévben? Ugye itt szeptemberben megkapják majd a formaruhát, de mi az, amit terveztetek a következő időszakra? A programot teljes mellszélességgel folytatjuk, azaz megint fogunk pályázni a Honvédelmi Sportszövetségnek a pályázatán. Ezeket a programokat rendszeressé kívánjuk tenni. Közben felvételt nyertünk a Honvédelmi Sportszövetségbe, tehát nem csak külső pályázóként, hanem immár tagként is, ami azt jelenti, hogy eszközbeszerzésre is nyílik lehetőségünk pályázatok formájában. Így saját airsoft fegyvereket kívánunk beszerezni, illetve egy olyan területet kialakítani, amire már megvan a felmérés, ahol a helyszínen tudjuk az airsoft lövészetet biztosítani a diákok számára. A Legyesbényei Jézus Szíve templomban június 26-án búcsúra várták a híveket. Az 1902-ben épült helyi római katolikus templomot Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelték fel. A Szent Mise előtt a hívek körmenetet tartottak, amelynek keretében egyházi énekeket énekelve vitték körbe Krisztus titokzatos testét, az oltári szentséget. Ezután a Szent Misét Rácz Bertalan római katolikus plébános celebrálta. A szentbeszédben elhangzott az, hogy Jézus Szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. Magát, az Isten embert ünnepeljük ilyenkor, de úgy, ahogy a szívének szeretetét kifejezte. Jézus Szíve Isten emberré lett fiának a szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentség forrását, erejét. A plébános felhívta a figyelmet arra, hogy mit várhatnak azok az emberek, akik eltávolodnak Jézustól. Elhangzott az, hogy sokszor elégedetlenkedünk, gondjaink, problémáink vannak, folyamatosan keressük az öröm pillanatait, azonban elzárkózunk attól, hogy közeledjünk Jézushoz.
A templom búcsún részt vett Lengyelné Buzdita polgármester is. A római katolikusok örömmel voltak részesei a Jézus szíve templom búcsúnak legyesbényén. Tárogatós találkozónak adott otthont a Szerencsi Rákóczi Vár június 24 és 26 között. A meghívott vendégek a Magyar Hungarikummal nyilvánított hangszer hangjára vonultak be a színházterembe. A megjelenteket Nagy Csaba, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke köszöntötte, majd kiemelte, hogy országos találkozót 25. alkalommal szervezték meg, amelyre az ország minden tájáról érkeztek. Az esemény díszvendége Kövér László az országgyűlés elnöke volt, a tárogató hangját a magyar lélekhez hasonlította. A hangszer a jellem virágzása, amely ezer éve velünk van. Az emberi jell, az emberi kultúra gerince a jellem. A zene a jellem virágzása. Az emberi kultúra gerince a jellem, a zene a jellem virágzása. Ezt állapította meg egykor a bölcs kínai Konfúcius. Mondta ezt egy olyan népfiaként, amelynek államában 4000 esztendővel ezelőtt már törvények által felügyelt zenei képzés és tudatos népdalgyűjtés zajlott, a máig megőrzött legrégebbi furujáig pedig 9000 évesek. Ezt csak azért mondom, hogy a napjainkban hangos, negatív nyugati politikai propaganda ellenére ne feledjük, hogy van mit tanulnunk a kínai kultúrából. Nos, azért vagyunk ma itt együtt, kedves barátaim. Ha kevesebb alázott volna bennem, talán azt mondanám, kedves tárogatós kollégák, de azért magamat nem merném tárogatósnak nevezni, én csak tárogató kedvelő vagyok. Szóval azért találkozunk itt és most, mert valóban a tárogató hangja mindannyiunk számára a magyar jellem egyik legszebb virágzása. A történeti előképződményeivel együtt, különböző formákban és nevek alatt már ezer éve a magyarsággal együtt élő tárogató, ezért a mi kedvenc hangszerünk. 2015 óta Hungarikum is, tehát papírunk is van róla, hogy a miénk, és ami ritka szokás a Kárpát-medencében, ezt nem is vitatják el tőlünk kárpát-medencei szomszédaink sem, hanem velünk együtt gyönyörködnek a hangjában. A megnyitón részt vett Kont Zsófia országgyűlési képviselőminiszter helyettes, aki felelevenítette, hogy 8 évig klarinétozott, majd a város napján tárogatózott is gimnazista korában. Hozzátette, hogy reménységet és jövőt ad a nemzetnek a tárogató. Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, szólt arról, hogy a hangszer a magyarságunk jelképévé vált. Nyíri Tibor Szerencsváros polgármestere elmondta azt, hogy a tárogató a magyar identitás megerősítésében sokat jelentett. Ezután tárogató dallamok csendültek fel a Szerencsi Rákóczi Vár Színház termében. Június 24-én este tárogató hangversenyt rendeztek a Rákóczi Vár lovak termében, amelyre a szervezők sok szeretettel várták az érdeklődőket. A jelenlévőket Nagy Csaba, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke üdvözölte, majd felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy ezen az esti koncerten a Gregus Tárogató Együttes lép fel, akiket ritkán lehet hallani. Szabó Sándor, az együttes vezetője is üdvözölte a zenei program résztvevőit, majd kiemelte azt, hogy a nyitó dallam Bach mű volt, amivel méltóság teljes lett az ünnep. Elhangzott az, hogy Nagy Csabának szólnak majd a muzsikák, hiszen Liszt Ferenc díjban részesült. Az ünnepi gondolatok után a tárogató muzsikái lett a főszerep.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Veszélyjelzői Szolgáltató Iroda tájékoztatása szerint hétfőn többnyire gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. Az általában gyenge vagy mérsékelt északi szél időnként megélénkül. Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északi és nyugati megyékben lehet a több felhő, és elsősorban ott alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Szerdán átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszortan alakul ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megerősödik. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet, napközben 32 fokra emelkedik. A térségben fronthatásra nem kell számítani. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb július 10-én várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!